Baráti társaságok és családok gyűltek össze egy játékos délutánra a pétfürdői közösségi ház és könyvtár alak sorában. Szűcs Márk játékmester, valamint segítői, Besenyei Sebastian, Buzás Dániel és Kis Viktor szórakoztató és kikapcsolódó időtöltéssel készült a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Fejlesztő játékok igazi minőségi, együtt töltött időt biztosítottak a szabadidős programra érkezőknek. A játékmester és csapata rengeteg társas játékkal készült. Volt itt egyszerű kártyajáték, modern és logikai társas, valamint könnyen tanulható játék is. Akinek segítségre volt szüksége a szabályokkal kapcsolatban, annak szívesen segítettek a játékvezetők. Közösségépítő programot kézműves foglalkozást tarkította, ahol Tomborné Kriszti, Tombor Dávid és Zsombók Hanna várta az érdeklődőket. Az ősz színeiben textilből készített gombaformájú asztaldíszt készíthettek a kreatív kezek. Sokan a biliárdot és a csocsot is kipróbálták. A délután folyamán egy hagyományos háromdimenziós játék is előkerült, a Rubik kocka fortéjaival ismerkedhettek a kíváncsi játékrajongók.